Hare Krishna, most stúdióban vagyunk Budapesten, és folytatjuk a Bhagavad Gita összefoglalást a 11. fejezettel, ami egy nagyon csodálatos és nagyon izgalmas fejezet, mert itt most nem csak, hogy Krishna tanít minket, de Krishna mutat valamit, és mutatja az ő kozmikus formáját. Ennek a fejezetnek az a neve, a kozmikus forma, univerzális forma. De mielőtt hallunk erről, akkor együtt mantrázunk egy kicsit, és akkor jól hallgassunk a mantrára, és nézzük, hogy mennyire mozdítja a szívünket azok a három név, Hare, Krishna és Rama, amikor nagyon figyelmesen említjük őket. Akkor kezdtünk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Kozmikus forma, ez a címe ennek a fejezetnek. És ez megint, mind a korábbi fejezet, nagyon hangsúlyozza Krishnának a fennségét, és ugyanakkor a egyetlen út, amin Krishna megérthető, és ami a jogának a tökéletessége, és ez meg a bhakti yoga. És ez most nagyon hangsúlyozva van, ahogy jövünk végére ennek a középső hat bhakti yoga fejezetnek. Hogyha mindenki emlékszik, akkor a korábbi fejezetben volt sok példa, ahogy Krishna magyarázta, hogy mi az ő fentsége, hogy ő a fény mindegyik fényes dologba, és befejezte azt a fejezetet mondani Arjunának, hogy de mi a célja, hogy én mondom mindezeket a dolgokat, igazából az én fenségem, mindezek a csodálatos dolgok, amik mondok, ezek csak megnyilvánulása egy nagyon kis része az én személyiségemnek. Egy kiterjedése az én személyiségemnek. Most Arjuna nagyon kíváncsi volt. Hát ez most mi? Mi ez a kiterjedés, ami mindent átterjed ebbe az univerzumba, amiben minden van, ami az eszenciája mindennek, ami a lakhelye mindennek, és ő mondja, hogy hát te úgy kezdi el ezt a fejezetet, te most beszéltél erről a féle kozmikus formáról, hadd lássam ezt a formát. Arjuna Krishnának a barátja, Krishna mondja, hogy jó, de ezzel a szemmel, ami most neked van, te nem tudod látni ezt a kozmikus formát. És akkor én fogok adni neked féle lelki szemet, amivel tudod látni. Ez a lelki szem, ez jelenti, hogy egyféle látásképség, amit Arjuna fog kapni, ami nem teljesen transzendentális, de ugyanakkor lelki, más, mint a mindennapi látás. És akkor Krishna mondja, hogy jó,
látsál így. És itt egy nagyon fontos dolog van, mert a mai világban sokszor találkozunk másféle gurukkal és swamikkal és stb., akik hívják magunkat Istennek, vagy engedik a követőjük, hogy hívják Isten. És persze nem Istenek, ez a legnagyobb ostobaság, és ezek mind csalók, de itt van egy teszt, egy vizsga, hogy hogy lehet meglátni, hogy valaki Isten, mert akkor mondjuk, jó, mutasd meg nekem a kozmikus formádat, és adjál nekem azokat a megfelelő szemet, amivel én tudom látni. Hát Krishna adta Arjunának, és mi az, amit látott Arjuna? Végtelen sok fejeket, végtelen sok kart, végtelen sok testet, és ezekbe látta, hogy a bolygók, a bolygórendszerek jöttek belőlük, mentek belőle. Itt van egy csodálatos kifejezés, hogy ebbe a kozmikus formába, mindegyik pontba lehetett látni az egészet, az egész univerzumot, és a minden, ami az univerzumban van, mindegyik egy helyen volt. Erre nem tudok fog bemenni részletesen, de ez egy nagyon érdekes dolog. És amikor Arjuna látta, hát ő teljesen meg volt döbbenve, ő nem pont erre tervezett, mert ő csak látta, hogy mindenhol körülötte itt volt Krishna másféle formákkal, másféle arcokkal, másféle karokkal, másféle ruhával, és ugyanakkor látta, hogy ő a kezdése mindennek, ő a vége mindennek, ő a belül van mindenbe, és ugyanakkor minden belőle jön. Elkezdett félni, ami egy különleges dolog, mert itt van egy nagy harcos, egy király, aki nem fél semmitől, és ő megdöbbent, hogy most mi van, hol vagyok? Nem is tudta, hogy hol vagyok. Úgy eltűnt a szekér, eltűnt a csatatér, és akkor kérte, hogy légy szíves, hagyd lássa megint a te eredeti formádat. És akkor itt most kettő dolog történik, akkor Krisna mondja, hogy jó, akkor legyen úgy, és akkor megmutatja a négykarú formáját, a Visnu forma, ami megint nagyon fontos, mert azok, akik már úgy tanulták ugye, az indiai filozófiát, akkor feljött, ők is hallottak Visnuról, és sokszor van ez a félreértés, hogy Krishna Visnunak egy kiterjedése, egy avatarja, egy inkarnációja. De itt lehet látni, hogy Krishna mutatja a Visnu formát, és aztán mutatja a két karjú formát. És itt most Krishna mondja, hogy ezt a formát, amit te látsz, ezt a két karú forma, ezt nagyon ritkán lehet látni. Ezek a nagy szentek nem tudják látni. Ki az, aki tudja látni? És akkor Krishna mondja, csak azok, akiknek tiszta bhakti, tiszta odaadás van, ők tudnak látni. És mi a következmény az, akiknek van tiszta odaadás, akkor meg Krishna mondja, hogy ők engem elérnek, ők tudják elérni a jogának a legfelsőbb szintjét, ami azt jelenti, hogy tudnak visszamenni az én eredeti lakhelyemre. És több versben hangsúlyozza ezt a dolgot Krishna Arjunának, és hát végre ő hangsúlyozza nekünk. És itt egy nagyon fontos dolog van a Bhagavad Gita-ban, mert sokszor mi csak koncentrálunk Krishnának a szerepén, hogy Krishna mit mond, és hogy Krishna mit tanít nekünk. De van ennek egy másik aspektusa, hogy Arjuna hogy reagál arra, amit ő most hall. És a 10. fejezetbe, és most itt a 11. Krishna Arjuna mondja, hogy Param Dáma, Pavitram, Paramam Bhavam. Igen, én elfogadom, hogy te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége. Értem, hogy a nagy bhakti szentek, ők ugyanezt a dolgot mondják, hogy a védikus szentírás mind téged dicsér, és ez nekünk is egy nagyon érvényes dolog,
mert Arjuna a tökéletes tanulója a Bhagavad Gita-nak. Ő a tökéletes tanítvány, és mutatja, hogy hát igen, hogy kell reagálni, amikor olvassuk és halljuk a Bhagavad Gita-t. Nem, hogy mi most valami más dolgot, vagy valami más következményre jövünk, mint ami Arjuna jött, és azért fontos odafigyelni, hogy Arjuna is hogy reagál. És amikor ő is látja ezt a kozmikus formát, akkor ő csak úgy el van bűvelve, és dicséri, és nagyon szép imákat mond, ami dicséri Krisnát, mint Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval ahogy Arjuna csinált, és ahogy Arjuna meghódolt Krisna előtt, az a fontos dolog, hogy ez is nekünk a megfelelő megértése a Bhagavad Gita-nak. Igen, csak az meg